április 15-én szakmai napot szerveztek a Borsoda Bújzemplén megye Tanya és Falugondnokok Egyesület tagjai számára Kupán. A megyében működő 165 falugondnoki szolgálat számára olyan előadásokat tartottak, melyek segíteni tudják a falugondnokok mindennapos tevékenységét. A mai napon előadóknak meghívtuk a minisztérium képviseletébe Horváth Takács Bernadettet, aki konkrétan a falugondnokság, a falugondnoki hálózatnak a szakreferense, ő fog a minisztérium képviseletébe egy előadást tartani, aztán a államkincstárból jönnek az ellenőrzések folyamán az ellenőrzési tapasztalatokról előadást tartani. Erdőtüzekről lesz előadás, jogi értelemben egy jegyző fog előadást tartani, hogy falugondnoknak a munkaviszonyával kapcsolatos jogok, illetve olyan kötetlen megbeszélések, amelyek elősegítik a munkát, és még más előadók is lesznek a nap folyamán. Hogyan fejlődik a falugondnoki szolgálat? Különböző pályázatok keretében, például most az elmúlt időszakban, illetve lesz újból kiírva, falugondnoki autócserék zajlottak le. Lehet látni a sok új autót, ami megkönnyíti a falugondnokoknak a munkáját, mivel apró falvakban sokszor csak a falugondok az egyetlen összekötő kapocs, aki a lakosok és a szolgálatok között, illetve a különböző intézmények között tudja a kapcsolatot tartani. Mik a falugondnoki szolgálatok legfőbb prioritásai? A legfőbb az, hogy a helyben nem található szolgáltatásoknak elérésébe való segítség, tehát amely kicsi településeken, tehát nincs iskola, nincs óvoda, nincs gyógyszertár, nincs orvos, nincs hivatal, összevont közös önkormányzati hivatalok vannak, tehát a település nagyságból adódó intézmény hátrányoknak a csökkentése, ezen kívül azoknak az emberi kapcsolatoknak a felélesztése, ami régen volt egy közösségben, tehát a legnagyobb szerepe, én már úgy gondolom, hogy a közösségépítésben lenne a falugondnokoknak, és van is, mert a falvakból elvándorlások történnek, és a falugondokok itt tudnak nagyon nagyokat alkotni, hogyha olyan társadalmi közegbe kerülnek, olyan társakkal kerülnek kapcsolatba, akik képesek erre és hajlandóak a falvakért, az apró falvakért tenni. Lipusz Csaba Kupa polgármestere stábunknak elmondta, 18 éve működik falugondnoki szolgálat a településen, amely sok segítséget nyújt mind önkormányzat, mind lakók számára. A falugondnoki szolgálat elsősorban az óvodásokat elviszi reggel óvodába, mivel a szülők dolgoznak, az is köszönjük, hogy a faluban mindenki dolgozik, egy munkanélkülünk sincsen. 43 ember dolgozik itt a faluban, mint közmunkás, 28 meg dolgozik a falunk kívül, városon, szomszéd falvakban is. Őket is segítsük a buszhoz, el kell vinni, csatlakozás, stb. Neki is kell a munkából. Kik segítik a szolgáltak a munkáját? Ezt a falugondokinak a munkáját, a falugondoki szolgálat, a miskolci székhelyű, és maga a polgármesteri hivatal támogassa meg ezt, meg ő segít olyan dolgokba, hogy új autóra tudtunk pályázni, meg is nyertük. Akkor a falugondoknak munkaruhát vegyünk, segítsük a tervezésbe, különböző munkákba. Lukács Csaba, Kupa falugondnok, a naponta szállítja az óvodásokat, iskolásokat, gyógyszertárba jár, ebédet hord, és segít az idősebbeknek a ház körüli munkákban. Mit nyújtanak ezek a szakmai napok egy gyakorló falugondoknak? Hát ő ez nagyon sok tapasztalatot is ad, ez, és ismerettséget kollégákkal, akikkel mondjuk nem találkozik az ember minden nap, környékbeliekkel, távolabbiakkal. Mennyi időt tölt munkával naponta? Hát azért 10 óra minimum el szokott vele menni mindig, reggeltől. Hétvégeken? Hát hétvégeken, hogyha be kell gulni, vagy ha valami rendezvény, akkor arra is el szoktam menni, a temetés, vagy ilyesmi van, arra is mindig, úgyhogy lényegében ez a 24 órából 24 óra.